Több mint 20 évvel ezelőtt indították el a Kodály Zoltán iskolában a triatlon szakkört. Azóta minden héten rendszeresen mozognak a diákok tanórán kívül is, sőt a versenyzők folyamatosan edzenek. Az eredmények nem maradtak el idén sem, több országos diákolimpiai döntőn vehettek részt a gyerekek, úszásban az első helyen végzett a csapat, és a mezei futó fináléban is szépen szerepeltek, majd következett a két tusa és a triatlon. Első évben került megrendezésre, de eléggé kérészéletű volt, két tusa verseny volt, ez úszás és futás. Ide is öt csapattal kvalifikáltuk Kecskemétre magunkat, ahol mindösszesen egy másodperce múlott az, hogy ne szerezzünk egy történelmi bronzérmet, így a negyedik korcsoportos lányok egy nagyon szép negyedik helyen gazdagították az eredményeinket, és jött Szegeden a Matyéri Tavon a triatlon diákolimpia, ahol is négy érmet szereztünk, egy arany, két ezüst és egy bronzérmet. Az eredményeket minden évben egy játékos vetélkedővel ünneplik a gyerekek. Van olyan, ahol a család minden tagja triatlonozik. Hál' Istennek vannak ilyen familiák, akik több gyerekkel, sőt már tudok, hogy van olyan família, ahol a negyedik gyerek alig várja, hogy már kodályos lehessen, és már az anyukájával időnként eljár egy kicsit mocorogni, hogy ő is majd elmondhassa, mint a többi testvére, hogy ő kodály triatlonos. Az iskola a legutóbbi országos rangsorban a sport eredményei alapján az előkelő 8. helyen végzett. Kérdésessé vált viszont a duatlon diákolimpia jövője. Első körben törölte a szövetség a programból, ám legutóbb Balogh Gábor elnök azt mondta, felülvizsgálják a döntést.